A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Egy idézettel kell kezdenem Picasso-tól. Egyes festők sárga foltot csinálnak a napból, mások a tehetségük segítségével napot csinálnak egy sárga foltból. Ez lesz az indítatása a mai beszélgetésünknek, vendégem pedig Nagy Bogi festőművész. Tisztelettel köszöntelek. Szeretettel látunk itthon, újra itthon, hiszen székesfehérvári származású vagy, de hát közel 2 évtizede már nem itt élsz. És arról nem beszélve, hogy a mostani kiállításod, amelyet a hétvégén láthattak az érdeklődők a Borivárban, az első bemutatkozásod volt alkotóként. Örülök, hogy itt vagy velünk. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Ugye székesfehérvári lányként valaki elkezd egy utat, és elkezd építkezni, önmagát építi, környezetét építi, az alkotói készségeit, az mindenképpen különleges. Erről kell, hogy beszélgessünk, hiszen tudjuk, hogy ahogy mondtam az imént, közel 2 évtizede már nem itthon élsz, Németországban, és én azt gondolom, hogy Nürnberg nagyon sokat adott neked, ugyanakkor nekünk is sokat adtál azzal, hogy most hazatértél és beszélgethetünk. No, kezdjük az indítatással. Fiatal feltörekvő ifjú tehetségként, mert nyilván a tehetség már ideje korán megmutatkozott. Mi volt az indítatásod, hogy elindulj egy olyan úton, ami az akkori időszakban meglehetősen különleges volt? Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek a meghívást, és köszöntöm én is a nézőket. Ezen nagyon sokat gondolkoztam én is, hogy ez az ős kreativitás, ez az ős ösztön, ami engem indított a művészetemben, honnan jött, és abszolút nagyszülőktől. Tehát ez nagyon érdekes, mert én egy munkás családból származom, tehát nem volt se festő, se költő, zenész a családban, de viszont ők általa mégis belém ivódott ez. Ők jásdi származásiak, én Székesfehérváron születtem, de mégis a nyarakat ott töltöttük, és nagymamám 60 éves korában is virágkötőnek elment. Ő mindig mondta, hogy életed végéig kislányom tanulnod kell, és a nagyon-nagyon sajátos módon alkotta a művészetet, tehát ugyanis a hímzés, a varrás, a virágkötés, ezek mind művészetek, amiket nekem átadott, és már kislánykoromtól ezeket megtanultam, valamint nagyapám, ő nagyon-nagyon alkotó művész volt a saját módján, mindenfélét összebarkácsolt, mindent megtartott, és én ezeket ittam, tehát szerintem ez az én generációmra amúgy is jellemző, hogy a nagyszülők ilyen barkácsolók voltak, mindent összetettek, összeraktak, de viszont lehet, hogy nem mindenki szívta ezt fel magába, és ez úgy tudatosult bennem egy nap, hogy én ezt tőlük átvettem, és viszem tovább. Természetesen a saját módomon, tehát az én művészetemre jellemző a modernitás, és egyben a visszatérni a gyökerekhez is, tehát a Borivárban is koncentráltam erre a kiállításomban, hogy ez is megjelenjen. Egy kicsit ugrunk az időben, mert most volt nemrégiben Jászdon az első kiállításod, és igen, én azt gondolom, hogy az mindenféle szempontból megerősítést jelentett számodra. Én olvastam néhány tudósítást, tehát nyilván el volt néhány könycsepp is, de tehát méltósága volt egyszerre, hiszen rendkívüli felelősség is ez egyben, a meghívás és maga a történés is. Igen, azt nagyon-nagyon érzelmesen értem meg, hiszen vissza a gyökerekhez térés az nagyon nagy dolog egy művész életében pláne, és a felkérés a kultúrházban, én mint mennyitő művésznőként, ez nagyon nagy megtiszteltetés volt számomra. Nagyon figyeltem arra, hogy az ottani kultúrát, helyi szokásokat, legendákat beleötvözzem a képeimben. Ami nagy highlight volt nekem, az pedig nagymamám 80-as évek kazettás felvételeit digitalizáltam, és augmented reality-vel
a képek mögé tettem, tehát egy applikációval lehetett a képeket megtekinteni, és úgy érlelkeltek ezek a hangfelvételek, illetve a képek egyidejűleg. Tehát ez egy nagyon nagy dolog volt a faluban is, hogy egy akkori felvételt láthattak még, illetve hallhattak a látogatók. Na, idejekorán kiderült, hogy tehetséges vagy? Igen, ezt kérdeztem többször is, megkérdezték, hogy ez mikor jött, hol volt. És édesanyám többször mondta, hogy már az iskolába kérdezték, hogy én rajzoltam a képeimet, nem-e ő, mert hogy nem vitték el, hogy én rajzoltam. Tehát ez mindig is ott volt, illetve emlékszem az általános iskolából a rajztanáromra, aki támogatott annak idején Rumi Attila, az Entai úti általános iskolában, és vele pedig rajzpályázatokon volt, hogy megnyertem. A Barátságházában, még emlékszem is rá, mikor volt a diátadó, igen. Mikor jött el az a pillanat, amikor azt mondtad, kijelentetted, hogy azért jöttem, hogy tüzet hozzak a világra, és mi mást akarok, mint hogy égjen, ha már fehérvári vagy, ott Tokár püspök után szabadon, hogy mindenképpen a képzőművészetet választod, jövődöd. Az utam az elég ingoványos volt, tehát nem volt egyértelmű, hogy ezen az úton járok, voltak kisebb kitérők, de a művészet mindig ott volt. És szerintem ez az életnek a sója, hogy az életet járni kell és követni kell, és mindig nyitottnak kell lenni a dolgokra, de mivel a művészet az később tudatos volt, tehát nem egyből az iskola után mentem erre a pályára, ezért is lettem tudatosabb és erősebb szerintem abban, hogy mit akarok és mit csinálok, mert most már tudom, hogy mit akarok, és ez a jó. Voltak példaképeid? Művész példaképei? Mindenképpen az erős nők, tehát Nikida Szemfel abszolút, most neki például Frankfurtban van egy nagy kiállítása, elmentem Róma mellé a Taró kertjében, imádtam, tehát őt nagyon-nagyon követtem a munkásságát, és szívesen elmegyek megnézni most is a Szobrajt kiállításait, Frida Kahlo abszolút, tehát az erős nők, akik tudatosan. Ugyanakkor gyorsan eldőlt, hogy senkire sem a művészetedben, sem a hétköznapokon, sem az ünnepeken nem szeretné senkire hasonlítani. Gondolom ez így volt. Igen. Ez megerősített abban, hogy el kell kezdened a saját utadat járni, és ehhez pedig nyilván kellenek a tanulmányok is, mégpedig Németországban. Miért Igen. pont a Faber-Castell Akadémiát választottad? Kerestem, kutattam, hogy hol lenne ideálisabb, de őket nagyon-nagyon megszerettem már az elején, tehát azért persze mentem iskolákba, hogy hova járjak, és ez adta magát. Tehát később is kezdtem, nem egyből az érettség után, és úgy éreztem, hogy ők a legmegfelelőbbek, és illik hozzám. Tehát önbizalommal bőségesen rendelkeztél, ez nyilvánvaló. Ez viszont később kiteljesedett a műveidben is, az alkotásaidban is. Kitől kaptál segítséget kint ahhoz, hogy ezeket az álmokat, amelyek először nyilván álmok voltak, aztán megvalósultak természetesen, de megvalósíthasd? Igazság szerint megtanultam az életbe, hogy magamra számíthatok, tehát sokat csalódtam, de sokat tanultam ezáltal, és úgy érzem, hogy magamnak köszönhetek nagyon sok mindent, de persze vannak segítőim és támogatóim, akik lelkileg barátaim, férjem mellettem állnak a mai napig, tehát ez teljesen egyedül azért nehéz lenne. Mi volt a biztosíték arra, hogy befutod azt a karriert, ami egyébként meg annyi földrészen, ha úgy tetszik, és Európában teljességet ad neked a művészetednek, hiszen egészen különleges a stílusod, erről egyébként fogunk látni képeket, hiszen a kollégáim néhány képet készítettek a Borivárban is. Nem volt rá biztosíték. Éreztem, hogy csinálnom kell. A mai napig úgy érzem, hogy a projektek, amik előttem állnak, annyira én vagyok, tehát hogy járom tényleg az én utamat ösztönösen, és szinte tudom, hogy mit kell tennem. Beteljesülés érzése, gyakorta beszélsz erről, és úgy fogalmaztál, ki akartam szállni ebből az előre gyártott életből. Pontosan. Ez mit jelent? Egy hétköznapi ember számára ez tudjuk, hogy lehetetlen. Viszont mondod, hogy neked voltak álmaid, meg volt hozzá tehetséged, hogy megvalósítsd ezeket, és nyilvánvaló, hogy ahogy mondtad, hosszú út vezetett mindeddig, tehát voltak buktatók. Ugyanakkor mikor kaptad azt a megerősítést, ami mentén elindulhattál, hogy megértsd, hogy jó úton jársz, és hogy
a képzőművészet rajongók és általában mindenki kedveli, amit csinálsz. Elég fiatalon tudtam már, hogy el kell mennem. Tehát éreztem egy kicsit, hogy ez az itthoni élet talán, amire be voltam állítva, téve, nem is tudom a pontos szót rá, de az, hogy itthon maradjak és elkezdjek itthon dolgozni, egy normális életet élni, ettől egy kicsit nem is féltem, hanem inkább vágytam arra, hogy kiteljesedjek, tehát hogy a határaimat saját magam megismerjem, lássam azt, hogy mire vagyok képes akár külföldön, illetve utána visszatérjek. Tehát, hogy teljesen fiatalon még az ember talán nincs mit veszíteni. Tehát tényleg úgy voltam, hogy érettségi után fogtam magam és kimentem, és tényleg éreztem, hogy más az utam, és hogy úgy kell járnom, ahogy én szeretném. De a munkát soha nem szorult háttérbe. Nyilván a beilleszkedés nehézségeivel meg kellett küzdened. De az első pillanattól kezdve érezted, hogy Németországban leszel otthon? Nem. Mindig nyitva volt az, hogy visszatérek, illetve én mindig tovább akartam térni, tehát Amerikában is éltem rövid ideig, Spanyolországban is, tehát mindig próbálgattam, de Nürnbergben, Németországban valahogy tényleg megtaláltam a helyemet, tehát ott egy nagyon szép, több mint 500 éves gerendás faházban alkotok, és van egy galériám a belvárosban, ahol teljesen jól érzem magam, úgyhogy úgy érzem, hogy tényleg megtaláltam azt a helyet, ahol... Hogyan, miként jöttek az első sikerek? Hiszen nyilvánvaló, hogy a magkezdeményből, hogy gyönyörűséges virág szülessen, ahhoz azért kell idő. Ki fedezett fel? Ez nagyon érdekes volt, mert szerintem nagyon sok művész életében nagyon érdekes az, hogy mikor mutatja meg először igazán a munkáit. Tehát egy helyi galerista, egy román származású helyi galerista, aki a helyi tényleg képzőművészeket annyira támogatja és felfedezi az új tehetségeket, és ő vele volt az első kiállításom, aki meglátta bennem azt, hogy igen, Vogi, benned van fantázia, van erő, csináljuk. És mindig tudtál önmagad maradni? Mert azért óvatatlanul is annyi különböző gesztus ér az emberfiát egy idegen országban, bármennyire is otthon van, hogy ez előfordulhat. Ez érdekes, mert természetesen nagyon nagy kihatás van rám a környezetem, a behatások, ahonnan jöttem, a kultúrám, de mindig figyelek arra, hogy benne legyen az én energiám, és tényleg sokszor, akik bejönnek a galériába, körbenéznek, és már látják, hogy igen, ez te vagy. Tehát, hogy erre azért mindig figyelek, hogy ott legyen a képeimben az én erőm, az én hatásom. Az erő az egyben feminizmus, és erről azt mondtad, hogy ha valóban létezne önrendelkezés, szabadság és egyenlőség, akkor nem létezne feminizmus. Pontosan ez az oka annak, hogy az alkotásaim ismételten a feminista hozzáállást hangsúlyozzák. Ez hogy alakult ki? Ez jön vele, tehát én nem tartom magam annak a feministának, aki félmeztelenül egy tüntetésen ott van az elsősorban, de viszont női alkotóként ez fontosnak tartom, hogy ott legyen a műveimben. Tehát az első pillanattól kezdve bizonyos voltál abban, hogy nőként meg kell küzdened azzal, hogy nyilván a festőművészet ilyen értelemben is férfias, ha úgy tetszik. Ezt abszolút aláírom. Tehát azért a férfi művészetet, a művészetet a férfiak dominálják. Tehát persze, hogy nagyon sok nő is képviseli a jó művészetet, de viszont még kellenek dolgok, ahol többen legyünk, illetve nagyobb hangot adjunk magunknak. Ezt sikerült elérned, nyilvánvaló. De nyilván a sikerekről még fogunk beszélni, de voltak olyan kudarcaid, amelyek megtanítottak bizonyos dolgokra? Abszolút. Minden kudarc tanít, tehát én ezt már tényleg idővel az ember megtanulja ezt kezelni, sőt ebből tanulni, tehát látom talán ezt is, ahol még fejlődnöm kell, tehát tényleg az egész élet egy fejlődés, egy tanulás, de már jobban kezelem, tehát ez is érdekes, hogy időről időre az ember erősebb lesz, és tudja, hogy ennek így kell lennie. Tehát egy festőművész barátommal beszélgettem arról, és ő azt mondta, hogy minden egyes kiállítás, vagy akár minden egyes kép megszületése áttörést jelent. Mert az mindig valami újdonság, bátorság kell azt a kompozíciót úgy megcsinálni, megrajzolni, megfesteni, vagy ha szobrászt megalkotni, hogy az ne csak neki, hanem mindenkinek tessék. És ez nem jelenti azt, ugyanakkor mondja ő,
hogy bármit is veszítene az önrendelkezéséből, tehát a művészi kifejező készségéből. Ez hogy van nálad? Tehát a kérdés az az, hogy én hogy... Az az alap, hogy vannak nyilván olyan stílusok, amelyek nem a tiéd. De kellett-e változtatnod a stílusodon ahhoz, hogy egy kiállítás a tiéd legyen, vagy hogy ez egy folyamat legyen? Igen, abszolút. Tehát én is érzem, hogy tehát tovább tanulásomból is kiadólag én tanultam klasszikus művészetet is, tehát ugyanúgy festek olajfestményeket, portrékat, mint 3D nyomtatóval alkotok szobrokat, amiket digitálisan megtervezek előtte. Tehát a palettám az amúgy is nagyon tág, és erre figyelek is, hogy ne csak egy technikára, egy anyagra koncentráljak, hanem mindig fejlődjek, és új anyagokat, érzéseket alkossak, és igen. Mit jelent a siker számodra? A siker nyilvánvaló, hogy abban az esetben, ha egy kiállítást megtapsolnak, meg gratulálnak, az egy dolog. De belül is érzed a sikert? Abszolút. Tehát a sikert én sosem eladásban, pénzben, kiállítások számában mérem, hanem tényleg ez az érzés, tehát ez leírhatatlan azt, hogy a mai napig az, hogy a Borivárban ott voltak, és beszélgetettem olyanokkal, akikkel 20 éve nem találkoztam, és oda szóltak, hogy én ezt nem tudtam, Bogi, hogy te mit csinálsz. Az, hogy Jászdon a rokonok ott ültek, és a nagyszüleid büszkék lennének rád. Tehát nekem ezek a pillanatok, amikor ezeket megfogom, ezek az igazi sikerek nekem. De ugyanúgy világszerte is természetesen élvezem azt, hogyha felkérnek, meghívnak, de nekem most ezek az itthoni gyökerek, ezek abszolút a sikerek, amikor székesférváriként visszatérhetek a gyökeremhez, és tehát itt bemutatom. Egy tárlat megint olyan ünnep mindenképpen, viszont miként ennek a hétköznapjaid? Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok dolgom van, tehát tényleg sokan azt hiszik, hogy egy művész csak leül, lefestek képes, és ennyiről szól, tehát eszméletlen munka van mögötte, tehát onnan kezdődik, hogy a social médiát, a weboldalamat én csinálom, akkor folyamatosan a következő kiállításokat szervezni, már a Borivár másnapján már Münchenben szervezem a jelenlegi aktuális kiállításomat, illetve az abszolút highlightom, amit még mai napig nem hiszek el. Most folynak a tárgyalások Veszprémben, hogy bemutatnék egy kisebb filmet. Most júliusban utazok Tibetbe és Nepálba, és arról készítenék egy művészfilmet, amit Veszprémbe bemutatnának szeptember végén, október elején, most beszéljük. Tehát a sokszínűség az megmaradt. Abszolút, viszont a fő abszolút. Hangsúly továbbra is az alkotásé, mármint a festőművészeté. Igen, igen. De mellette installációkat, live performance-eket is készítek, tehát hogy én nem akarom beállni erre a képeket alkotok, kiállítok, és ennyi. Tehát én szeretem akár a testemet bevonni egy alkotásba, mint művészi elem, vagy digitális módon mutatni az alkotásaimat. Tehát ugye te azt mondod, hogy emberek, az ábrázolás is megvan, és az inspiráció a saját öröm, és a saját bánat, illetve a tapasztalatok. Igen. Én azt gondolom, hogy ennél fontosabb nincs egy életút során, és ha ez a művészi kifejezésmóddal is megmutatkozik, akkor az fantasztikus. De hogy választasz stílust magadnak? Mikor dől el, hogy most installáció lesz, vagy festek? Nagyon sok felkérést kérek, és próbálom mindig specifikusan megalkotni a dolgokat. Most is például Münchenben abszolút koncentrálok arra, hogy passzoló legyen nem csak a városhoz, hanem a dinamikájához is az embereknek. És ez nagyon érdekes, amit az előbb mondtál, mert erre tényleg figyelek, tehát alkotni nem lehet komnyomásra. És tényleg nagyon figyelek az energiáimra, hogy mikor jó az, hogy alkossak. Nem tudok egy képet lefesteni, hogyha jó kedvem van. Ez nagyon érdekes, mert szerintem a zenészek is akkor alkotnak egy jó zeneszámot, mikor szerelmi bánatjuk van, illetve valami történt az életükben. És megfigyeltem, amikor dühös vagyok, eszméletlenül jó képeket alkotok. Tehát, hogy ez nagyon érdekes, hogy belőlem akkor jön ki ez az energia, tehát más lefut egy maratont, én pedig lefestek egymás után 5 portréképet, nem és tudom ez akár. Jó. Hát és ez jó, mert kiadom, feldolgozom. Tehát sokszor a művészetterápia is, azért nagyon sokan ezt is használják, de nekem jó, mert én meg ebből élek, tehát hogy ez duplán jó nekem. Igen. Ez nyilván az esztetikus millió azért kell hozzá. Persze, természetesen. Egyértelmű, meg a nyugalom.
a Nürnbergi mesterdalnokoknál ez teljesen másként volt, mint tudjuk. No, viszont azt mondod, hogy mégis visszahúzódó és érzékeny ember vagy. Miközben azt látjuk az alkotásaidon is, és a megszólalásaidon nem különben, hogy igenis irányítod a közeget, és megvan a magad sajátos véleménye mindenről. Igen, kettős személyiség, illetve nem, tehát hogy a művészi oldalam nagyon kijön, de közben egy nagyon érzékeny lélek is vagyok természetesen, tehát eszméletlenül sokat sírok, amit nem szégyellek, mert ez az élet fele járója, illetve nagyon meghat sok dolog, ami szerintem kell is egy művésznél, hogy érzékeny legyek a befogadásomhoz, hogy felszívjam a környezetemet, amit szeretek. Tehát én nagyon szeretem ezeket az ingoványos napokat is. Adni jó mindenképpen. Igen. És nyilvánvaló, hogy fontos számodra, hogy a látásmódodat, az elképzeléseidet mindig maximálisan meg tud valósítani. Ez most, ha általában azt a fajta művészetet nézzük, amit te is képviselsz, ez a világban mennyire népszerű mostanság? Tehát a kortárs művészetre gondolok. Bár te ugye mondtad, hogy klasszikust is készítesz, de mennyire fontos a kortárs művészet számára, hogy egy-egy galéria megteljék például? És mert hogy ez világszerte problémát okoz. Nyilván hódít a klasszikus továbbra is, de a kortársnak azért fontos, hogy megmutatkozhassék. Igen. Természetesen erre nagyon sok hely van már szerencsére, tehát világszerte azért nézegetem, hogy ezek hol befogadóbb képesek, de viszont az igazi az lenne, amikor egy kicsit így vegyítve van, tehát hogy egy kicsit nyitnának jobban ezek a klasszikus múzeumok, illetve kiállítótermek, hiszen a mai közönség szerintem a befogadó képessége már abszolút igényli ezt a kortárs művészetet. A Borivárnál nagyon érdekes volt a megnyitón, hogy bevontam a közönséget, hogy egy kicsit beszélgessünk, tegyetek fel kérdéseket, és ott volt a következő generáció, és nagyon jó volt, nagyon jó kérdéseket tettek fel, nagyon örültem nekik, hogy igénylik ezt az emberek, és jó volt látni, hogy nem csak tájképek, illetve portrékat szeretnének, hanem egy kicsit elgondolkoztató installációkat, ami az udvarban volt, illetve miért van az ott, és elmondom, de inkább mondd meg te, hogy te mit látsz benne. Tehát én ezt szeretem, amikor a nézőkben átjön, illetve a látogatókban ez az életérzés, amit ők látnak a képben is, és ez a jó a művészetben szerintem. Ez valóban fontos, hogy a Székesfehérvár is elindult egy másik úton, és azt gondolom, hogy a Székesfehérvár Művészek Társasága is most már, illetve azok a középiskolás, ahol művészettagozatos diákokat nevelnek is, egyre inkább felnőnek ahhoz a korosztályhoz, akik majd a későbbiekben csatlakozhatnak hozzátok. Miként látod a kortárs művészetet egyébként Európában? Ezt kérdeztem már, csak most kicsit másként fogalmazzuk meg, mert ugye te bejártad voltak éppen Európát, és azért tanulja lehettél annak, hogy egyre inkább hódít, mondhatjuk mi, de ez valóban így van-e? Abszolút, tehát az én érdeklődésem az amúgy is erre van fókuszálva, tehát én abszolút így kutatok, így járom a világot, és az én szemszögemből ez ott van. De szerintem az is kell, hogy más is így lássa. Tehát, hogyha valaki úgy keresi, ahogy én, akkor biztos, de bele lehet akadni úgy is szerintem azért, hogy nem keresi az ember, és ott van. Tehát én szeretem amúgy is ezt a meghökkentő modern dolgokat, ami sok európai városban már ott van, és konfrontálódik vele az ember így is. Hát egy kicsit azért erre rá kellett, hogy találj meg. Én azt hiszem, hogy mindenkinek szüksége van. Helyek közel az olyan, mint Salamon király, amit Szulamitnak mondott, hogy úgy találtalak meg, mint egy gyöngyhalász, aki számtalan kosarat teletölt üres kagylóval és silány értéktelen gyöngyel, még végül a tenger fenekéről felhozza azt az ingaz gyöngyöt, amely méltó a királyi koronára. Ezt ugye Kuprin írta, de ez a helyi történésekre, a művészet kedvelők számára ma is igaz, hiszen láthatjuk, hogy milyen csodák születnek. Semmiből egy új másik világot teremtett. Igen, igen. Én is úgy látom, hiszen a képek, én úgy látom, hogy ezek ilyen ablakok. Ablakok egy új világra, akár az én világomra, de másoknak is egy ablakot mutat talán, és ezért is szeretem, hiszen a legjobb az, amikor egy kiállításon járok én, vagy bárki más, és megállok egy picit egy kép előtt, de ugyanúgy másoknál is, hogy
miért itt álltam még, miért ez tetszik, mi van mögötte. Tehát a művészetet tényleg megfogni, ez a jó érzés benne. Minden igen. Pénz, paripa, fegyver együtt. Így ez nagyon-nagyon fontos. Nos, hát ezt megtapasztalhatták most a Borivárban. Én azt hiszem, hogy nagy szeretettel üdvözölt mindenki, és örülünk, hogy itt vagy velünk egy rövid időt. Mikor láthatunk legközelebb? Legközelebb szeptember végén, október elején Veszprémben, ez még a dátum nem biztos. A tibeti és nepáli utazásomat szeretném művészi formában dokumentálni. Én is nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hiszen filmeket már csinálgattam, de ez ilyen művészetem bemutatására inkább is szeretném. Ezen gondolkozok már pár napja, hogy egy ilyen nagyon valós, reális bemutatását az utazásomnak, hiszen egy kicsit a nirvánámat is keresem, és fel akarok töltődni művészként is, mint hogy jól tudjak alkotni utána. Történjék így. Mit kívánjunk a jó út mellé, a tibeti, nepáli jó út mellé a jövőre? Nyilván álmot megtaláljam. Úgy történjék így. Jó? Úgy legyen. Köszönöm, hogy itt voltál velünk. Minden székesfehérvári nevében természetesen. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Vendégem Nagy Bogi festőművész volt, aki hosszú-hosszú idő után ismét Székesfehérváron mutatott be egy kiállítást a Borivárban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.